Közel 100-an vettek részt a koszorúzáson Dombóváron vasárnap délután. Az eredeti Kossuth szoborcsoportnak helyet adó Szigeterdőben Kerényi Zsolt alpolgármester mondott beszédet március 15-e alkalmával. Az ünnep jelentőségét és a máig ható üzenetét foglalta össze a humán alpolgármester, a hazaszeretetről, a nemzettudatról és az önfeláldozásról is beszélt. Az emlékezésből nem lehet kihagyni a jelenből adódó összehasonlításokat, párhuzamokat. Felemelő, mert az első felelős magyar kormány tagjainak otthont adó helyen mondhatom el gondolataimat. Szívet melengető, mert a magyarság legbensőségesebb ünnepe, amit nem csak a Kárpát-medencében élő, de a nagyvilágban szétszóródott magyarok is tiszta szívvel ünnepelnek. Az ünnepség végén az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek helyezték el koszorúikat. A rendezvényen a Dombovádi Zenész Egyesület idézte fel a kor jellegzetes dallamait. A pécsi filharmonikusokból alakult kamarazenekar adott ünnepi térzenét Bátaszéken az ünneplőknek. A hivatalosan meghívottakon kívül kevesen jöttek el a megemlékezésre, és a vírusveszély miatt nem tartották meg a programhoz szervezett kísérő rendezvényeket sem. Az ünnepi szónok ezúttal Zsikó Zoltán a Város Humán Bizottságának elnöke volt. Meglátjuk-e, jól idézzük-e a forradalom igazi arcát? Azért a forradalomét, ahol egy kicsi, Európában szokatlan hangzású nyelvet beszélő nép, ha akkor rövid időre is, kivívta függetlenségét. Azért a forradalomét, melyben ezrek áldozták életüket a magyar szabadságért. Azért a forradalomét, amely bár elbukott, példájával hitet és erőt adhatott nemzetünknek az elkövetkező majd másfél évszázadban a vérzivatarok, sorscsapások elviseléséhez. Az ünnepség részeként a Bátaszéken működő civil szervezetek és a közintézmények vezetői helyezték el a megemlékezés koszorúit. Mozsolik Robert, a város polgármestere, az ünnephez kötődően arról beszélt, vissza kell szerezni a közszereplőinek a bizalmat, és meg kell teremteni az összefogást, mert csak így lehet egy ilyen nehéz időszakban eredményesen együttműködni.